Sziasztok, jó estét kívánok! Ez itt az Admirál esti előadás. Mai témán kereskedési stratégiák. Van köztetek kezdő, haladó és szerintem már-már profi kereskedő. Minden esetre mindenki olvassa el ezt figyelmesen, hogy a kereskedői számlák 81%-án vagy akár magasabb százalék is lehetne ideírva néha-néha, attól függ mennyire volatilis a piac, veszítenek a kereskedők, ezért is fontos az, hogy a stratégiák kialakítása mellett legyen tőzsdepszichológiai felkészültségünk, használjunk stop loss-t, legyenek money management szabályok, nem értezzük túl a lotokat, és ne trédeljük túl magunkat, meg még számtalan dolog, tehát a stratégiákról, kockázatkezelésről, valamennyire pszichológiáról rövid középtávon fogunk ma beszélni, és várom a kérdéseket a Zoom chat ablakába, akik pedig YouTube-on nézik, azoktól is kérnék egy visszajelzést, hogy jó a kép, illetve a hangminőség. Ha minden oké, akkor miután ezt elolvastátok, tudjátok nagyjából, hogy a helyzet eléggé érdekes mostanában a tőzsdéken, illetve a világban. Úgyhogy a tőzsde kockázatos, ha lehet, még kockázatosabb, mint szokott. Úgy gondolom, ennyi idő alatt mindenki olvasta. Nézzük is az MT4-es felületünket. Egy gyors visszajelzést kérek, hogy látszik-e vagy nem. Elvileg egy euróforint csártot kellene látnotok. Most egy pár instrumentumot áttekintünk, azok kedvéért, akik csak egy piaci kitekintést szeretnének látni, de alapvetően erről reggel van szó. Holnap 7:30-kor gyertek. Reggel 7:30-kor. Most pár csártot megnézünk gyorsan. Ez itt az euróforint napi csárt. Per pillanat itt van egy komoly esély arra, hogy az emelkedő trend megtörhet, a piros vonal, és kialakulhat egy válfejvál alakzat. Lehet, hogy ez az kell, hogy az Európai Uniós pénzeket megkapja Magyarország. Minden esetre a magas kamatok, illetve a kedvező tőkepiaci hangulat, az eurodollár, meg még sok-sok más tényező, nemzeti bank megfordította szerencsére a forint gyengülést, úgyhogy ezeket megnézzük kisebb idősíkon is. Ez abból a szempontból fontos, hogy akiknek mondjuk magyar részfényeik vannak, vagy éppen amerikai részfényeik vannak, azoknak ugye nagyon nem mindegy, hogy főleg az amerikai részfényeseknek a dollárért vették, ha esetleg a forint erősödne, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy aki már régebben beszállt a részvénypiacba, az akár nyerhetett is, sőt napjainkban is vannak nagyon jó beszállók. Na nézzük a forintot gyorsan, nem szaporítom a szót, nem a devizapiacért jöttünk ide most, hanem elsősorban a részfényes indexpiacnál fogunk leragadni, úgymond. Ezt a 003-as pozíciót én stoppal láttam el. Ha kistoppolódunk, akkor elvileg 13 dollárt bukhatunk. Én ezeket lemenedzselem, és utána beszélgetünk a stratégiákról, és elmondom majd az egyes beszállók okát. Ez egy ilyen kezdeti bevezető előadás. 002-t zárok a 003-ból. Meg is nézzük, hogy mi volt ennek a belépőnek az oka. Nagyjából ugye azt láthatjuk, hogy elindult egy esőtrend ezen a 4 órás idősíkon. Az órás idősíkon itt már én azt véltem felfedezni, hogy ez lehet, hogy egy váll, ez lehet, hogy egy fej, ez pedig lehet, hogy a második váll. És a második vállnak a tetején én megnyomtam az eladás gombot. A kanóc fölött van a stop, azt látjátok. És mivel már a pozíciónak a 2/3-át, sőt annál is többet zártam, valószínűleg ez egy nagyobb pozíció volt. Ezért most már nincs kockázat. Láttátok, hogy eltettünk 19 dollár nyerőt, ez egy demoszámla egyébként, és most, ha buknánk ezzel a pozícióval, akkor az 4 dollár mínusz lenne, picit több, a fönti pozícióval pedig 1 dollár, tehát igazából a forintunknál már nincs kockázat. Még egy darab deviza gyorsan, ez itt az euró-dollár. Itt volt egy nagyon fontos támaszszint, ez a sárga vonal eléggé hülye színű, és volt egy trendvonal törés, ez pedig itt egy dupla aljszerű alakzat, ami azt jelenti, hogy ezt picikét beljebb hoznám. Talán jobban lehetne látni, egy kicsikét ezt beszínezzük, egy sima dupla aljra léptem be. Nem ez a stratégiám, illetve sok stratégia lényeg, amiket csinálok, hanem nagyjából az, hogy részzárásokkal szállok ki a pozícióból. A duplajnál én itt lépek be, vagy a második ajnál
és a nyakvonal érintésénél, közelítésénél már részzárok. Ha ebből a pozícióból vesztesként szállnék kisztopolva, akkor az 15 dollár mínusz lenne, mivel itt az árfolyam már elment elég szépen az én irányomba, ezért én ebből most 0,02-t lezárok, majd 0,03-at szoktam, vagy nagyobbat, de már ebből a pozícióból se lesz gond. Bármi van a hangminőséggel, képminőséggel, gyorsan írjátok be a chat ablakba. Na, megnézzük szépen ebben a színben. Ha ide ráhúzom én ezt a euró-dollár kiszállást, akkor ott látjátok, kisebb idősíkon mutatom inkább, hogy ez egy trend csatorna érintés kereskedés volt, vagy egy támasz közelítés. Én azt gondoltam, hogyha így elkezd esni az árfolyam, egy párhuzamos trend csatorna alján, elképzelhető, nem lett párhuzamos, mindegy, hogy ha megveszük a trend csatorna aljat, akkor vagy kisztopódunk, vagy nem. Ilyenkor a trend csatorna felső része az elsődleges célár, ha pedig szerencsénk van, vagy a piac is úgy akarja, akkor a korábbi szintekig akár följöhet a történet. Csak egy párat rajzolok be, ott vagyunk pont az egyiknél, vagy akár ide. Ami nem más, mint egy dupla alj nyakvonala, és egy korábbi mélypont. Aki tud támasz ellenállási szinteket és ferde vonalakat rajzolni, az megtette az első lépést afelé, hogy sikeres stratégiát alakítson ki. Aki pedig ezt még nem tudja, az ne ijedjen meg, mert folyamatosan fogunk az előadás alatt is trendvonalhúzásokat gyakorolni, illetve később, vagy akár a holnapi reggeli webináriumon 7:30-kor. Tehát itt ez volt a belépő oka. Ha ezt valaki M15-ös csárton is megnézi, picit szerencsétlen ez a trendcsatorna, de látjátok, hogy amikor közelítjük az alsó részét, akkor akár belépőpontot is lehet találni. Most pedig az ellenállás miatt parciálisan zártam. A pozícióban 0,02, ha kisztoppolódok, akkor kisebb lesz a bukta, mint amennyit eltettem most zsebre. Tehát, ha van egy olyan piac, mint az euró-dollár, mutatok egy sima, egyszerű stratégiát, törlök mindent. Az euró-dollár csártyán ugye volt egy hosszú esőtrend, ami azt jelenti, ha idehúzok egy vonalat, akkor akár elképzelhető, hogy ezt magasabbról is lehetne indítani. Nem tökéletes a vonal. Elképzelhető, hogy ebből az esőtrendből kijöttünk, és megindultunk fölfele. Egyébként itt már egy dupla aj is, fordító alakzat adott jelzést. Esőtrendben nem szerencsés dupla ajakat kötni, mert rend szerint elmaradnak, inkább sortolni illik. De ha tegyük fel valaki ebből a dupla ajból, aminél körözgetek, kisztoppolódott, tehát belépett itt mondjuk a nyakvonalon, ami szerintem késői belépő, és talán kisztoppolódott, és talán újra bemert lépni abba az irányba, az akár nyerhetett is, és célár volt az ereszkedő piros vonal, mármint a hosszabbik, a laposabbik. Aki ennél ebbe a pici dupla ajba belépett, és a nyakvonal részénél, ugye a dupla aj alatt itt van a stoppunk, a nyakvonal átütésénél vagy közelítésénél 2/3-3/4-et kizárta a pozíciónak. Példa, 100 dollárod lebeg, 70-et, 75-öt, 66-ot elteszel, a maradék 25, 34, stb. 30 kisztoppolódik, ha ott van a stoppod, ahol a nyillal mutatom. Utána újra lehet próbálkozni ebbe az irányba. Ez egy részzárásos stratégia, ami magasabb idősíkokon is működik, nem csak daytrade-nél, scalpnál, akár hosszabb távú trade-eknél is. Ha azt látjuk, hogy áttörtük ezt a vonalat és visszateszteltük, és átmenjünk H4-re, ez az úgynevezett több idősíkú, azaz multi timeframe elemzés, akkor látható, hogy akár, meg is mutatom, hogy hol trédeltünk. Egy pillanat. Látható, hogy a kitörés, most ne a ferde vonalat nézzétek, hanem csak a szintet. Hát volt itt egy szint, ahol áttörtük a ferde vonalat, a szintet visszateszteltük, én ezt mint támasz megvettem, mert abban bíztam, hogy a napi idősíkon, ha véget ért az esőtrend, ez nem biztos, hogy így van, akkor indulhatunk fölfele. Most már nekem teljesen mindegy, hogy így van vagy nem így van, mert ha kisztoppolódok, akkor bukok 9 dollárt, és már zsebre tettem 13-at, és ilyenkor elengedem a pozíciót, hogy egy jó hosszú távot trédeljen belőle, akár napokig, hetekig is lehet tartani, ha csak nem stoppolódik ki. Ami még nagyon fontos, ha több idősík együttes belépőt ad, mint például M15-ön is itt volt egy első trendcsatorna,
Mutatom, hogy ilyenkor mit láttok. Ha ezen az idősíkon is volt belépő meg a 4 óráson is, vagy éppen az óráson is, vagy a napin, és mindenhol az irány hasonló, akkor bizony meg lehet nyomni a gombot, de ez nem befektetési tanácsadás. Ez egy viszonylag egyszerű, hosszú távú stratégia. Nézzük a rövidebb távú történeteket, ehhez szükségünk van nekünk egy Dow Jones-ra. Kérdés a következő, látjátok-e tisztán? Itt volt egy nagyon fontos szint, be is rajzolom nektek, vagyis be is rajzoltam. Ez 2 darab szintvonal, ami nagyon közel van egymáshoz, azért ilyen vastag. Volt itt egy ilyen furcsa duplaj, aminél ugye a stoppokat gyönyörű szépen a piac kiütötte, majd kiderült, hogy a duplaj után ez a nagyon-nagyon fontos támasz szint elesett, majd gyorsan egy másik gyertyával szinte perceken belül visszajöttünk ide, ami azt jelentette, hogy a dupla aj trédereket, akik valószínűleg beléptek már duplajba, úgy lépek be, hogy a legmagasabb pontjától áthúzom a közepén, én itt belépnék, itt kisztoppoltam volna elég csúnyán, viszont ezen a kirázós volatilis piacon elég gyakran jó stratégia lehet az, ha egyszer kiráznak egy long vagy éppen egy short irányú pozícióból, akkor újra be lehet lépni ugyanabba az irányba. Természetesen akkora lotokkal kell kötögetni, amiből még nem lesz baj. Akkor térjünk ide vissza. Miután itt a dupla aljas tradereket kirázták, ugye itt volt a támaszszint, csak korábbra tekertem, újra be kellett volna lépni ebbe a trade-be. De szerencsére volt lehetőség, mert még újra visszatesztelte ezt az igen fontos dupla támaszszintet az árfolyam, és itt én szintén a támasz közelítés és támasz alá helyezett stop stratégiájával beléptem egy trade-be. Honnan lehetett ezt sejteni, hogy ez így következhet? Honnan egyrészt, hogyha van egy fals letörés, akkor az általában egy nagy irányú, nagy, vagy nagy mértékű emelkedést eredményezhet, ha van egy fals kitörés, az pedig egy nagyobb mértékű esést. Nem mindig, de ez megfigyelhető. Aki shortolni akar, itt is volt lehetőség, dupla top, trendvonal töréssel, illetve itt is volt egy dupla top. Én jobban szeretek longokat kötögetni, bár ezen a piacon egy pár hete elég jó shortokat is elkaptam, aki reggel bőmérlemokat látta, az látta. És ugye volt egy kialakuló esőtrendünk, ami ezen a ponton kb. Véget ért. Látjátok, hogy ahogy én beléptem, és közelítettük az esőtrendvonal felső vonalát, ahol egyébként volt egy ellenállási szint is, én részre zártam. Tehát első pontja ennek a viszonylag egyszerű stratégiának. Közelítjük a támaszt, megveszem, alá egy stoppot, bukhatok 12 dollárt. Itt lezártam annyi részt, hogy valószínűleg ez a 12 dollár, ez már látjátok 0.30-at zártam, tehát ez valószínűleg több volt, mint 12 dollár, majd elengedtem a másik felet, és itt még zártam egy 0.10-est ebből a pozícióból. Nézzük meg, hogy ez melyik pozíció. Van nekünk egy jó néhány pozíciónk, egy picit arrébb kell húznom nekem az ablakot, hogy lássak. És én most azt mondom nektek, hogy mivel nagyon nagyot ment a piac fölfele, mutatom, hogy hol járunk, ezért 34 ezeres kerek szintet is átvittük. Én most 2 dolggal próbálkozok. Az egyik az az, hogy ide rajzolok egy emelkedő trendvonalat, egy ilyen kis furcsát, és ide egy eső trendvonalat. Valószínűleg valamelyik irányból ki fogunk törni. Én most megkockáztatok egy shortot, ne kövessétek a trédet picikelottal, a tetőre elhelyezett stoppal, és ezzel párhuzamosan a Dow Jones pozícióból, ebből a szép nagy lebegőből a felét kidobom, a másik felét pedig meghagyom reggelre. Ezzel ott abból a lebegő pozícióból, 150 dollárból, ez egy mai gyönyörű szép day trade, kb. 75-öt eltettem zsebre. Ugye nincs új a nap alatt, a belépő ugyanaz, és itt elvileg még akár az egészet is kizárhattam volna, de én abban bízom, mindjárt mutatom magasabb időségon miért bízom benne, hogy még van egy kis erő a piacban. Ettől függetlenül az M1-es csárton, ezt most itt eltüntetem, én most azon gondolkozom, hogyha ez egy picike kis fals kitörés lenne, itt volt a tető, akkor ha ide eljövünk, bukok 9 dollárt, az tök jó, 75-ből 9 az szinte semmi. Ha ezt a pirosat átvisszük, akkor ugye így jártam, ha pedig az emelkedő pirosat törjük le,
akkor ebből lehet egy kisebb lejtmenet. Szívem szerint jobban szeretném azt, hogyha kitörést látnánk, mert ha megnézitek a nyitott pozícióimat, ezeket a támaszszinteket berajzolom, mint potenciális elérhető célárak, de ez nem befektetési tanács, ha lefele jönnénk. Ha viszont fölfele megyünk, ugye van nekem más pozícióm is, Nasdaq meg egyebek, arra mindjárt kitérünk. Ugye a legtöbb index az korrelál, de mutatok erre egy ellenpéldát. Tehát ugye ez történt most, aki a reggelit látta a reggeli kötéseket is, és a reggeli webinárium végén ide beestünk, és én itt ezt a szintet megvettem, amivel egy gyönyörű szép emelkedés lett. Ezt követően jött a délután, stb., és még azért megmaradt ez az emelkedő trend, szerencsére. Viszont ezzel szemben mutatom, hogy a Nasdaqon mi is történt. A Nasdaqon is meg volt véve ez a termék. Látjátok. A stop loss az itt volt alul, most egy picit lejjebb húztam amúgy. Miután részzártam, és szépen-szépen mentünk egy nagyon jót fölfele. Majd ezt követően jött egy kis beszakadás, és itt kialakult újra egy dupla alj. Ezt a szintet én behúztam ide, meg ezt a szintet is, és azt néztem, nyilván itt voltak lehet, hogy még részzárások, azt néztem, hogyha ide lejövünk, és az nem fogja meg, majd innen hirtelen kialakul egy olyan letörés, ami falssá, tehát hamissá válik, nagyon fontos stratégiai elem a fals letörés. A sima kitöréseket, amikor szinteket viszünk át, azt én nem trédelem. Mindjárt elmondom, hogy miért nem. Amikor letörünk egy szintet, ugye itt sokan shortolnak, a legtöbben ide teszik a stoppot, és azt várják, hogy hújjunk le jó mélyre. Azonban, amikor visszajön a chart, ráadásul ez ilyen kicsikét dupla V vagy dupla I alakú, itt, amikor a gyertya fölé szúr, már azt sejtem, hogy ez egy fals letörés, aminél ezt a szintet megközelíthetjük, ugye látjátok a részzárást, egy 0,4-es zártam ott, vagy följöhetünk eddig a dupla toppig, dupla csúcsig, aminek a stop lossai nagyjából itt vannak. De ezelőtt a dupla csúcs előtt még ebből a dupla csúcsból kirázták jól a sortosokat. Hogy ezt hogyan lehet lekezelni, ezt reggel majd elmondom, de ami a lényeg, hogyha újra belépsz ugyanabba az irányba, és a dupla csúcsban sem a nyakvonal törésénél lépsz be, hanem vagy itt, ami majdnem ugyanaz, vagy pedig a második csúcsnál. Mi ez a kérdés, hogy három kérdőjel? Nincs válasz, mindegy. Tehát, hogyha itt a fals letörés van, akkor elképzelhető, hogy följövünk ide. Vagy még az is érdekes lehet, hogy esetleg csak ide. Amikor itt jár a chart, részzárok, tehát ha van 50 dollár lebegőm, akkor elteszek vele 34,6-ot, mondtam egy összeget, és akkor a lenti stoppom az már nem lesz annyira nagy bukta. Ide el is jöttünk. Ugye abból indultam ki, hogyha azt feltételezem, hogy a traderek 81%-a vagy akár több bukik, akkor ez több dolog miatt következhet be. Egy, nagyon nagy lottal kötnek, kettő, stop nélkül kötnek, három, kisztoppolódnak. Ha tudom, hogy sok trader kisztoppolódik, akkor megpróbálok fordítva gondolkodni. Tehát nem a letörést trédelem, hanem a fals letörést. Megnézem, hogy hol lehet a shortosoknak a stopja, vagy itt a dupla toppok föl, de itt már valószínűleg nincs. Itt van egy letörési szint, ez itt. Idáig följöttünk, ott zárok egy parciálist, két haladat, három negyedet, a többit pedig hagyom futni. És ebből ez lett. Na nézzük meg, hogy most hol tart a Nasdaq. Elkezdtünk lefele jönni, ez tök jó. Úgyhogy én most fogom a Nasdaqot. Van belőle 2,05-ös pozi. De még mielőtt fognám a Nasdaqot, mutatom élőben, hogy a Dow Jonesnál hogyan kell ilyenkor eljárni. Van egy 0,4-es pozink, picikét rossz időzítésen volt, mert már jövünk fölfele. Nézzétek el nekem. Tegyük fel, most ott vagyunk lent, amikor egy gyors scalper le kéne, hogy zárja. Ebből lezárok 0,3-at. 4 dollárból 3-at elraktam, és ha kisztoppolódok, az 2,5, tehát ez a trade már kockázatmentes. Lehettem volna gyorsabb. Na térjünk vissza gyorsan a Nasdaqra, mert meg akarok nektek mutatni ott valamit. Azért jó
0,1 lotta, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5-tel kereskedni. Demo számlán elsősorban, főleg a kezdők vagytok és stratégiát építetek, bármilyen broker cégnél vagytok, én élő számlás kötést nem tanácsolok, amíg kezdők vagytok, és picik elotokkal, ha már haladók vagytok, mindig stopokkal. Én azért szoktam 0,2, 0,3 fölötti lotokkal kötni, például ezen a demo számlán is, mert akkor tudok részben zárni. Na nézzük meg, hogy miért kalkulálható könnyen nagyjából ez a Nasdaq, Dow meg DAX történet. Hát egyrészt azért, hogy itt egy lot lenne nyitva, kezdjük az S&P-vel inkább. Akkor átmegyünk oda. Ha itt egy lot lenne nyitva, mint az S&P pozíciómnál, mutatom, hogy honnan van nyitva. Ha 3938, és most 3990 van. Ami azt jelenti, hogy 52 pontot emelkedtünk. Tehát 38-ról, a két utolsó ilyet nézzétek, 90-ig van 52 dollár. Magyarul, hogyha az S&P-t én most lezárom, 52 pont emelkedés egy lottal, az 52 dollár. Most az euró-dollár történetnél, ugye attól függ, mivel kereskedtek, most az euró meg a dollárban számított profit kb. Ugyanaz, mert közel vagyunk a paritáshoz. Most hat kerekítsek. Tehát látjátok, ha ezt itt kiixelem, akkor 52 dollárt nyertem, 52 pont emelkedés után. S&P-vel lehet egy lottal trédelgetni, mert ugye pici a pont értéke, de mondjuk a Dow Jones-nál, ami ugye eléggé drága, tehát magasan áll aránylag, ott azért kezdőként ne egy lottal kötögessetek a 0,1, 0,2, 0,3-mal, aki parciálisan akar zárni, az 0,3-mal, első körben demo számlán. Tehát azt akartam mondani, azért szeretek indexekkel kereskedni. Egyrészt mutatom, hogy van egy per pillanat, vagy medve piaci ralli, vagy bika piac. Mutatom, miről beszélek. Tehát volt egy hatalmas esés, amikor jöttek az ukrajnai események. Ezt követően sok-sok reggeli webináriummal ezelőtt én mutattam nektek ezt a dupla aljat. Nem azt jelenti, hogy csak dupla aljat, fejvállat, meg ilyeneket kell kötni, majd erről bővebben, csak nagyon-nagyon rövid az előadás. Stratégiai építésnek része az alakzat, fontosabb része a trendvonal, és még fontosabb része a több idősíkú elemzés. Ami a lényeg, itt belépsz, és nyilvánvaló, hogy ez lehetett a célárad az eső trendcsatorna felső része. De ki az, aki ezt eddig kimeri tartani? Ha ilyen napi idősíkú, hosszú távú kereskedő vagy, belevettél az S&P-be, amikor a nyakvonalat áttöri a chart, akkor kidobod a kétharmadát, most csak mondtam egy nagyobb arányt, mint a felét, stoppod, még mindig itt van lenne a kanócad, ha kistoppolsz, akkor is pluszos a trade. Következő 0,1-edet, ha mondjuk egy lottal kötöttél, itt a vonalkánál, vagy egyszerűen, amikor áttörjük a vonalat, ha áttörjük, lehet, hogy ez még csak egy medvepiaci ralli, és innen borulunk egy gyönyörűt, nem tudom. De ezért is jó a parciális zárás, mert azok a traderek, akik célárakat mondanak, hogy az S&P 4300 lesz, vagy éppen 3600, ezek tök jó megközelítések, én nem vagyok ennyire okos, mint azok. Én azt tudom mondani, hogy nem tudom, merre fog menni az S&P 500. Viszont le tudom menedzselni a pozíciót. Nem mindig, per pillanat igen. H4-es idősík, mondjuk itt van a belépő. Nézzük meg, hogy ez az S&P hol lett kötve H4-en. Na nézzük. Mindig azt szoktam csinálni, hogy keresek egy szintet, vagy egy ferde vonalat, és egy kitörési pontot. Ez itt a kitörési pont. Tehát nem csak ilyen trendvonalakat rajzolgatok, mint sokan, mert ideig nem jöttünk le még, hanem keresek egy olyat, hogy szint, és keresek egy olyat, hogy alatt, amikor volt szint, és most ide húzok egy ilyet, mert ez is szint volt. Ez pont ennek az M betűnek, duplatopnak volt a nyakvonala. Amikor ezt a szintet kitöri a gyertya, fölé zár, magas idősíkon, skalpolásnál nem várok gyertyazárást, most ez egy másik téma, reggel gyertek, reggel skalpolunk, most hosszabb távozunk egy picit. Itt és most ez a trendvonal közelítés volt a belépő. Tehát trendvonal közelítések, trendvonal áttörések, támasz közelítések adják a belépőket több idősíkon a fő trend irányában. Skalpnál
nagyon gyakori lesz a countertrend irány. Ha valaki az M15-öt nézi, nagyon-nagyon gyakori nekem a trend csatorna alsó vonal közelítésénél long. Ez itt a trend csatorna alsó vonala. Legyen ez a felső vonala, kb. Itt belépek, zárok egy parciálisat valahol itt, a többit pedig tartom, és a stoppom az végig itt van, vagy egy korábbi mélypont alatt valahol itt. Most berajzolom ide. Trend követő módszerek. Na ennyit az S&P-ről. Csak azt akartam megmutatni, hogy 1.1 dollár. Ha visszamegyünk a Dow Jones-ra, látjátok, hogy az első célramat közelítette. Most én ezt itt le fogom zárni, nem szórakozunk vele, megnézzük majd az eladás végén, hogy lejön-e ide vagy nem. De inkább a longokkal foglalkozok, vagy ráteszünk egy gyors csúszó stoppot, hogy lássatok ilyet is. Ha elesik az a szint, akkor ez a stop lekíséri. Ha meg a szintről pattam, mint támasz, akkor is nyerünk még 1-2 dollárt. Itt most kiütötte. Eladás végén kiderül, hogy ezekig a szintekig lejövünk-e vagy sem. Na akkor nézzük, hogy mink van per pillanat. Nasdaqból van két darab 0,5-ös pozíciónk. Ha 5,45-től 6,45-ig fölmegy, durván az 50 dollár. Ez ugye oké. Én erre azt mondom, hogy mivel most swing trade-elünk, mármint hogy a day trade-et átvisszük swingbe, esik a dó, ezért én a Nasdaqból is esést nézek ki, és most egy jó nagy részt lezárunk belőle, ebből is, meg ebből is, ebből kevesebbet, mert ezt olcsóbban vettem, 4,99-en. Tehát amelyik drágább, abból többet zárok, amelyik olcsóbban lett véve, long esetében abból kevesebbet. Mi ennek a lényege? Fogalmam sincs, hogy mi fog történni éjszaka. Ugye láttátok a múltkori eseményeket, kőolajvezeték, rakéta Lengyelország, vagy éppen egy makroadat, ami meglepetést okoz. Tehát nem tudjuk, hogy mi fog történni. Aki tudja, az szerintem nyugodtan abba adhatja a webinárium nézést, abban a szempontból, hogy akkor sokkal okosabb, mint mi. Mi nem tudjuk. Amit viszont sejtünk, hogy ez itt volt egy fals letörés. Ha ez kisztoppolódik, akkor 3 dollár bukunk. Azonban ezen a pozíción 33-at nyertünk, így nyugodtan le lehet feküdni, egy day trade-ből így lett swing trade, vagy akár ha most a Bika piac tombolna és lenne Mikulás piaci rally, ez nem befektetési tanács, akkor hát ezt hetekig tudnám tartogatni. Hát nem tudom. Meglátjuk. Ez mondjuk egy demószámla, tehát igazából mindegy. Itt volt a másik belépő. Ennek a stopja, mindjárt megnézzük hol van. Még nem látszik, ugye az lejjebb van víve. Itt van. Ha bukunk, az 6 dollár, és eltettünk 31-et. Úgy gondolom, ez a mai eredmény ez nem olyan rossz, ez egy egynapos eredmény. Demószámlán könnyű nyerni, idézőjelbe. Úgyhogy a Nasdaqot lemenedzseltük. Nézzük meg azt, hogy mi a helyzet a DAX-szal. A DAX-szal az a helyzet, hogy a DAX is elkezdett lefele jönni. A példa kedvéért nyitok egy lotost, hogy megmutassam, hogy hol lett nyitva, 4.50-en, látjátok itt alul, mindjárt beteszem a stoppot. 4.50-en nyitottam, most csak egy biztonsági stoppot fölteszek ide. Ha ez a stop 4.60-on van, akkor bukok durván egy tízest. Euróban van, most az euró-dollár majdnem paritás, tök mindegy. Ha lemegy egy pontot, tehát 4.50.62-ről lemegy 4.49.62-re, akkor nyerek egy eurót. Ilyenkor ezt nem kell lezárni, csak hogy lássátok, 1.1 euró, vagy dollár, attól függ, milyen index. Ezt nem kellett volna így lezárni, meg nem oda kellett volna tenni a stoppot. Ezt csak azért mutattam, hogy tudjatok kalkulálni. De ha már itt vagyunk a DAX-nál, itt azt látjátok, hogy van egy ilyen pozim, 10.42-kor nyitottam. Ennek a stopját fölteszem a bekerülési áram fölé. Látjátok, hogy följött. És ha kisztoppolodok éjszaka, vagy holnap reggel, akkor is plusz 14 dollár lesz, de még ezt annyival megfejelem, kis money management, hogy kisebb részt zárok most,
és a nagyobb résznek, a 0,3-nak hagyok egy kis időt, hogy fusson. Eltettem egy pici részt, ha kisztoppolok pluszba, akkor már csak kisebb az eredmény, és az, amit eltettem, az fedezi a másik pozícióm, a lentebbinek a biztonsági stopját, amit éjszakára úgy hagyok. Ezek ilyen pénzkezelési dolgok, ezt csak azért mutatom, hogy a day trade scalp történetből hogy lesz swing trade, illetve hosszabb távú trade. Itt is volt több belépő ok, vegyük sorra. A DAX-nál könnyebb volt a dolgom, mert itt már tört az eső trend, itt volt egy gyönyörű dupla aj, tehát aki belépett a dupla ajnál, ugyanúgy, mint ahogy mondtam, multi-time frame elemzés, itt már részzárogatott, vagy a nyakvonalnál is részzárogatott, és elindultunk szépen fölfele, és ennek a kis M betűnek teszteltük a nyakvonalát, amit itt láttok, és lehet a tetejét is fogjuk. Nem biztos. H4. Gyönyörű emelkedő trend. Nem azt mondtam, hogy bárhol veszel, nyersz, de ha ügyesek a belépőid, akkor nagyobb eséllyel nyersz a longba vételekkel. De lehet, hogy 20 másodperc múlva, vagy egy nap múlva, vagy 10 nap múlva, vagy 2,5 hónap múlva, vagy 1 óra múlva megtörik az emelkedő trend nagyobb idősíkokon, akkor ezt tudni kell lereagálni, a lereagálásnak pedig az a menete, hogy a stopokat tudod kezelni. Hogyha itt véletlenül kialakulna egy M betű, egy dupla top, akkor ezek jó, hogy itt vannak, viszont én még azt elfelejtettem megcsinálni, hogy van nekünk az olcsó DAX-unk, $23 lebeg, és én bebiztosítom magamat az éjszakára, mert nagyon óvatos tréder vagyok, lefelezem, a $23-24 lebegőből keletkezik 12 plusz, és a többi, és a többi. Nagyjából ez történt. Itt meg azt akartam bemutatni, hogyha 50,6-ról lemegy 49,6-ra, akkor kb. Egy változást tettél zsebre. 1,1 dollár vagy 1 euró. Most, amikor paritás környékén vagyunk. Na nézzük azt, hogy a Dow Jones-unk még itt hezitál, itt most nem történt semmi, úgyhogy térjünk át olyan piacokra, amikben még lehet esetleg trédünk nyitva. Ez itt az Euro H1, ebből én most kilépek, az is részzáró van, és erre én ráhúzom az Eurósdot. Az Eurósd az már volt parciálisan zárva, ugye 0,02-t zártunk az előbb, ezt letisztáztam, elfejtettem, bocs. Viszont van nekünk egy USD japán jenünk. Az USD japán jennél volt egy irdatlan komoly emelkedés, ez itt. Ez nagyobb idősíkon is megtört, mutatom nektek napiba. És én azóta próbálok inkább short pozíciókat fölvenni. A napi idősíkon ide rajzolod a letörési szintet, ahol az én zöld vonalam van. Most egy picit lejjebb húzom, hogy lássátok, hogy hol léptem be, és innen föl. Nem is tudom, mert nem tudok volna arra klikkelni, ez csodálatos. Tehát kb. Ez a letörési szint, ezt visszateszteltük, látjátok napi idősíkon. Én a letörést nem trédelem meg, de ha a letörés visszateszt után elindul lefele, az egy jó tréd lehet. Ha ez pedig fals letörésé alakul, és esetleg az újonnan kialakult esőtrend vonalat átviszi, akkor búcsúzunk a shorttól, tehát akkor jöhet a long. Ez a veszély most még nem áll fönn, picit pontatlan a vonal, de bármire fölkészülünk. Itt most látjátok azt, hogy nem látjátok, mert eltakarja a sárga vonal, hogy mínusz 6 dollár bukok, ha kisztoppolódok. Mennyink van nyitva? 0,03. Már elég jól elment a pozíció, ilyenkor 0,02-t szoktam zárni, de ha csak 0,01-et zárok, ez csodálatos, piaci, illetve módosítás a magyar szó, piaci végrehajtás, most csak 0,01-et zárok, akkor ott lebeg 18 dollárom, ebből eltettem 6-ot, ha kisztoppolódok, mennyi lesz, mindjárt mutatom, 4,5 dollár, ha kisztoppolódok, ezt úgy fagyom meg éjszakára, hogy még holnap is tudja parciálisan zárni. Na nézzük meg, hogy mi volt a belépő körülbelüli oka. Ugye letörés volt, itt majd visszateszteltük, és én itt pont a sárga vonal környékén nyitottam egy shortot. Órás időség, ugyanazt látjátok, és mondjuk 15 perces időség. Itt mi a trükk? Semmi.
Láttuk, hogy a napi idősíkon, mindjárt visszakapcsolok, volt egy hatalmas emelkedő trend, ami megtört, és én a shortokat próbálok keresni. Ha a piac ilyen szivatós, kirázós, akkor mi zajlik általában a fejekben? Az, hogy elkezdődött a short piac, följöttünk magaslati levegőt szívni, nyithatok egy shortot, mert itt van egy tök jó M betű, azt tanultam XY technika elemzés tanfolyam, ami tök jó, csak azt is meg kell tanulni hozzá, hogy ebből gyakran kiráznak. Mert ugye az M betű fölött van a stoppot, ha shortolsz. Ha viszont itt lépsz be kb. És a nyakvonal áttörése környékén, vagy előtte, vagy utána, most csak idehúzom, nem pont ott van. A nyakvonal alatt egy fals letörés alakul ki, és te itt már a kétharmadát lezártad a pozíciódnak, akkor tudod, hogy téged kiráztak, és újra nyitsz. De ha csak kisztoppolódtál, és újra mersz nyitni, mert tudod, hogy itt van közel egy ellenállási szint, és föléjed a stoppot, akkor már jó vagy, mert látod, hogy őket, mint shortosokat kirázták, bekerültek a traden veszítők táborába, és utána te újra nyitottál egyet. Itt már be vagy biztosítva, mert 6 dollárod el van téve. Az ilyen kirázós piacokon ez is lehet egy jó stratégia. Ezek stratégia elemek, amiket házi feladat nektek demóban gyakorolni, bármilyen broker cégnél is vagytok, nekem teljesen mindegy. Nem értékesítő meg széles vagyok, hanem beszélgetünk a chartokról, kizárólag a tőzsdéről. Ami azt jelenti, hogy bárhol is vagytok, sok sikert a trédhez, és azt kívánom, hogy legyen sok kérdésetek, akár most is, vagy gyertek az ingyenes reggeli webinárium sorozatra bármikor, bárkit szívesen látunk. Mindenféle feltételek nélkül. Na most akkor itt vagyunk most. Azt látjuk, hogy a scalp, day trade hosszú távú technikáknak ugye az a lényege, hogyha mondjuk átkapcsolok hirtelen a Dow Jones-ra újra, és mutatom nektek azt, hogy ez egy órás idősík, szépen megyegetünk fölfele, megnézzük az M1-et, gyönyörűen zártunk, most visszük át a pirosat, és én most a helyzet kedvére egy lottal, hogy könnyen legyen számolható a pont, ha csak a pirosat teszteltük vissza, akkor bukta van, akkor kiütik a stop a 13 dollárba, ha viszont elindulunk fölfele, akkor akár ez is lehet egy célár, de én nem szoktam célárat csinálni, ezért ezt felhúzom az égbe. Itt az a kérdés, hogy az esőtrend vonalat megtöri a chart, és átmegyünk a másik piroson, vagy hirtelen lefordul, és engem kisztoppolnak. Ez egy tipikus scalp belépő. Itt is lehet azt csinálni, hogy bekészíted jobb klik, megbízás módosítása vagy törlése, ide beírsz egy olyat, hogy 0,070, és akkor a pozíció 70%-át kidobod, amikor megindul fölfele, most ezt meg is csinálom, sárga gomba, meg azt is lehet csinálni, hogy ráteszel egy csúszó stoppot. Én azért nem tenném rá csúszót, mindjárt meglátjátok, hogy mindjárt kiüti, hogyha megindul fölfele. Itt már ha bukunk, 3-4 dollár bukunk. A részzárással mennyit tettünk el? Közel 3 dollárt. Tehát olyan nagyon nagy kockázat ennek a pozíciónak nincs most már. Ha esetleg a csúszóstop beindulna fölfele, reméljük, hogy látunk ilyet is ma, akkor látjátok, hogy ez túl gyors és túl hamar ki fogja ütni pluszban. Ha meg nem, akkor maradékkal kisztoppolódunk. Tehát azért nem szeretek én csúszóstoppozni, mert akkor a scalpból nem lesz day trade. Hát ez be van lassulva, hát ez ilyen. Én akkor azt szoktam, már ki is ütötte. Jó. Tehát ami a lényeg, hogy ha láttok egy olyan pozíciót, most gyorsan átvisszük H1-re, ami itt van lent, ez még egy 1000 ponttal lejjebbi pozíció, ha minden igaz. Meg is nézem, hogy hol van ő. Az ilyeneket én nagyon szeretem, és meg szoktam hagyni. Látjátok, hogy az nem 1000-re, bocsánat, 500 ponttal kb. Hülye voltam. Tehát ezek a pozíciók itt, vagy éppen a Nasdaqnál itt, ezeket őrizgetem. Ha kisztoppódik, 10 dollár nem érdekes, húzhatnám nullába a stoppot, de inkább azt csinálom,
hogy a fölsőkből zárogatok egy-egy részt, és így azért nyugodtabban fekszik le az ember, mert hogyha éjszaka, vagy éppen reggel, vagy holnap tőzsdekrak lenne, nincs erre utaló jel, akkor azért jó, hogyha ezeket a pozíciókat csökkentem. Na annyit a money managementről, meg a részzárásokról, meg ilyenekről bemutattam 100-szor, és térjünk át gyorsan a részvénypiacra. Van egy ilyen equity számlám, ezen részvényeztünk. Egyébként ezen az esőpiacon, ahol most medvepiaci rally van, ez is egy ilyen, hát talán 10 000-es számla volt, elég jól áll. És akkor nézzünk egy pár részvényt. Van nekünk egy Netflixünk, elég szerencsés helyen lett megvéve. Jó magam, nem szoktam annyira tévét nézni, de most azt látom, hogy nagyon-nagyon itt vagyunk a támasznál, még egyelőre fogja, de ha bukok ezzel a részvényecskével, akkor csak 3 dollárt bukok. Ezért én azt mondom, hogy megbízás módosítása vagy törlése. Ha van bármilyen részvényszámlátok, itt most a felét fogom kidobni, 20 dollárból 10 zsebretéve, demo sajnos, és 3-at bukhatok, hogyha esetleg résszel átüti, mert mondjuk negatívan nyitva a piac, akkor is. Ugye ez a zoom, akkor hülye voltam, bocsánat. Tudjátok, milyen sok ablak van előttem? Na, akkor az zoom az mindjárt le lesz felezve. Tehát a Netflixnél itt volt mondjuk egy dupla aj, visszateszteljük a 200-as mozgó átlagot, ez is fontos lehet azoknak, akik indikátoroznak, mozgó átlag, MACD, RSI, sztohasztik, egyebek. Nem fogok most az indikátorokról beszélni, tehát a stratégiákba be lehet építeni egy-egy indikátort, nagyon-nagyon hosszú tananyag lenne, higgyétek el, jó magam nem használom. Mert azt látom, hogyha van egy 0,4-es pozíció, ugye, ezen picikét bukhatok, ugye az lett lefelezve. De akkor visszamegyek a zoomra, a helyzet kedvéért. Egyre vénább vagyok. Tehát a zoomra visszamegyünk, és itt én azt mondom, hogy tudjátok mit? Kidobom az egészet. Ez a chart most annyira nem nyerte a tetszésemet. Ha nézzünk egy Amazont, és mindjárt beszélgetünk a belépőkről. Az Amazonnál volt egy fals letörés, ezen sárga vonalat, illetve egy támaszról pattanás, és valamikor ugye azt tanítják a tőzsdeoktatók, hogy a tőzsde nagyon gyakran betölti a gepeket, a réseket. Én meg azt mondom, hogy ha a bika piac elindul, vagy a medvepiaci korrekció nagy robajjal fölfelelő ki a tőzsdéket, akkor itt is be lehet szállni a gep tetején, csak ne felejtsetek el részzárni, és vagy a gep felső vonal, vagy a gep alsó vonal alá tenni a stopokat, minél nagyobb részzártok, annál messzebb lehet tenni a stopokat. Az Amazon részvény lehet, hogy jó lesz, de mivel nem tudom, hogy hol vagy, nem tudom, hogy mikor ér véget ez a pillanatnyi bika piac, lehet, hogy 20 perc van, lehet, hogy egy év van, tök mindegy, lefelezem a pozíciót, ne legyen belőle baj. Nos, Apple, bár az éppen itt van, itt a stopom, ugye ez egy dupla aj, látszódik, nullában van húzva a stop, mutatom, picit a fölé húzom, hogy látszódjon. Itt én csak a 0,20-at zárom le, ennek az Apple-nek a chartja is jobban tetszik, és számomra ez ilyen megfoghatóbb cég fundamentálisan, mint például az Amazon meg a Netflix, de ettől függetlenül azok is nyilván, ha a gazdaság helyreáll, akkor azok is pénzgyárok. De itt azért van picik esély arra, hogy ezt áttörjük fölfel, ezért megmerem hagyni. Ez egyik sem befektetési tanács, azt hangsúlyozom. Van nekünk Google is. Azt kisebb idősíkon mutatom meg. Itt ugye az van, hogy ez egy dupla aj, plusz átvittünk egy ilyet. Ez volt egy letörési szint, ott volt egy picike dupla top. Visszateszteltük, én itt azt csinálom, hogy nagyobb részt fogok zárni, az 1,60-ból egyet. Ezek apró pénzek, most csak azért mutogatom, hogy mutassak valamit. Egyébként, hogyha olyan számlátok van, ami nem részvény CFD, hanem részvény, itt is van én egyébként, rengeteg fajta,
akkor tudtok nulla egész akármennyi részvényeket is venni, nem csak egyet. Tehát ilyen. Ez azért jó, hogyha valaki mondjuk csak 0,1 tized Amazont vagy Google-t tud megvenni mondjuk havonta a fizetéséből XYZ broker cégnél, akkor tudja gyűjtögetni azt a nyugdíjára, és tud felépíteni egy portfóliót, akár saját magának. Tehát lezártam egyet, ha kisztopódunk egy dollár bukok, az nekem bőven belefért, inkább lehúzom ide az ajra, hogy bukjak inkább 3 dollárt, mert ugye láttuk azt, hogy nyertünk valamennyit. Hogyan lehet olyan portfóliókat felépíteni, amik megverhetik a piaci hozamot, illetve amik legyőzhetik az inflációt? Na, erre sincs idő, tehát terveim szerint, ha van rá igény, bár a csetablakban nulla kérdést látok, úgyhogy lehet, hogy nincs igény, részvény témában és mindenféle témában lesz itt még előadás ezerrel. Dec 22 vendégelőadó lesz meghívva, nézzétek meg a honlapon. Én is ott leszek, ketten fogunk beszélni egyébként. Reméljük, hogy érdekességekről. A pontos tematikát még nem tudom, csak sejtem, mert hogy a piac hozhat addig mindenféle csodát. Oké. Citigroup. Következő. Citigroupnál ezt úgy hívják, hogy fordított válfej vál. Ezt itt becsukjuk. Válfej vál. Átvitte a nyakvonalat. Hajrá Citigroup, itt ide be lehet húzni egy ilyen történetet, megnézzük ugyanezt H4-en, most a multi time frame elemzés nem mindegyik részvénynél mondtam. Ráadásul ez a válfejvál, ez egy fals letöréses válfejvál, itt volt a mélypont. És azért a helyzet kedvéért, én legszívesebben azt csinálnám, hogy lehoznám ide a fej alá a stoppot, és lezárnék belőle 1,5-öt vagy 1,6-ot. És most ezt is fogom csinálni, ezt nem így szoktam, de most ez az érzés van bennem. Na, hogy ez az érzés miért van bennem, erre nem tudok logikai magyarázatot adni, de nagyobb részt zárok. Tehát van nekünk egy 7 dolláros lebegőnk, ebből eltűnik 5 dollár, és ha kisztoppolódunk, akkor is csak kisebbet bukunk. Ezt én ezért csináltam. Na, nézzük a Facebookot. A Facebook az egy csodálatos részvény, kivéve azoknak, akik itt vették. Én nem szeretem ezt a részvényt, amúgy, de ettől függetlenül ezen az áron már kötelező volt belevennem. Itt be van húzva a stop nullába. Ez is lehet egy stratégia, stop nullába, vagy pedig a szokásos lejjebb hozzuk, és azonnal eltüntetjük a kétharmadát, ami most 0,7 lesz. Nyilván ezeket nagyobb darabszámmal nyitogattam, most csak azért mutogatom nektek a részzárást ezerre, hogy ez vésődjön be. Azoknak, akinek tetszik, nem kötelező. Lehet csúszhoz toppozni, meg lehet úgy, hogy valaki egybe zár. Mindegy. Amiről még akartam beszélni, és ezt mindig mutatom ezt a témát, gyors leszek. Aki a válfej válnak hitt, és abban hitt, hogy a olaj az egy sortos termék, az nyert a sorton. Aki a duplajban hitt, de nem zárta részben ezt a pozíciót, az itt úgy kisztoppódott, hogy élmény volt nézni. Aki ebben a duplajban hitt, az is. Aki itt a shortokat kötötte, duplatop, az jól járt, és aki ezt a trendvonaltörést bekötötte, az is jól járhatott későbbiekben, még itt esünk. Aki a dupla aljakat megvette, mind-mind kisztop. Tehát esésben dupla aljakat felejtsétek el, inkább a dupla toppokat kövessétek a trendet. Mindjárt mutatom, hogy ez miért eső trend. És itt van az a pont, amikor áttörtük ezt a vonalat, és egy picikét megindultunk fölfele, eddig a szürke vonalig. Az a kérdés, hogy miért gondoltam én, hogy shortos, ezt én így óvatosan fogalmaztam meg, mert befektetési tanácsot nem adunk. Az úgy volt, hogy amikor itt mindenki azt mondta, hogy itt a világ vége, és megszülettek hatalmas elemzői célárak, hogy meddig tör ki az olaj, akkor azért észre lehetett venni itt egy dupla toppot. Amikor mindenki sorbált aranyér, 2000, meg ilyenek, akkor gondolkodni lehetett volna azon, hogy lehetne shortolni az aranyat. Amikor a részvénypiacon pánik volt koronavírus, vagy éppen a februári időszakot követően, akkor is gondolkozni lehetett. Fordítva kell mindig egy picit gondolkozni. Ez nagyon-nagyon nehéz. Mert a hírek, a pánik, az mindig ellenünk dolgozik. Olajat, aki long irányba kötött, az általában veszített az ukrajnai konfliktus kirobbanása óta. Aki abból indul ki, hogy
Nagyon drága Európa összes országában a rezsi, és gázzal kereskedik. Annak azt tudnám mondani, hogy gázzal ne kereskedjetek. Ez az én, na ez az én, nem azt mondom, hogy tanácsom, meglátásom. A gáz hetién van egy óriás duplatop, de pont a nyakon arról fordult visszafele. Ha jön a tél, elszállhat. Nem tudjuk, hogy milyen Európai Uniós lépések vannak lesznek ez ügyben. Minden nap változhat a történet. Nem illik azzal kereskedni most. Amivel még ne kereskedjetek, ezért sokan nem fogják ezt szeretni, amit én most mondok. Még, én mondjuk soha, én még nem kereskednék ezekkel a termékekkel. Nagyon-nagyon kevesen mondták meg, bár sok elemző megmondta azért, hogy itt azért lehetett volna shortolni bitcoint, ha ne mondjam. Itt ebbe a duplajba, aki vele vett, és nem zárt parciálisan, annak kiütötték a stopját. Én nem vagyok bitcoin ellenes, csak azt azért illik észrevenni, hogy ezek a HODL praktikák, hogy tartjuk szépen, megvettük 40-50-60 ezeren, és tartjuk 16-on is, hú, de jó lesz. Na, ez itt most nem jött be még egyelőre. Ezzel szemben az Ethereumnál még a duplajat nem ütötték volna ki, meglátjuk, hogy kiütik-e vagy nem. Én ezekkel a termékekkel nem kereskednék, ez pedig itt a Litecoin, amit valamikor be is rajzoltam, hogy ha ezt a vonalat átvisszük, akkor mehetünk fölfele. Aki ezt látta, az nem így rajzoltam a vonalat, hanem innen indult, berajzolom most. Nem biztos, hogy pont így, teljesen mindegy. Itt voltak belépők, de ettől függetlenül az összes ilyen terméknél részzárás, stop loss, take profit. Én nem támogatom ezen termékek kereskedését per pillanat, de ettől függetlenül ki tudja. Valaki kérte itt az EURGBP-t, nem tudom, hogy miért kérdezted, per pillanat ez egy eső dolog, 4 órás idősíkon, napi idősíkon itt vagyunk, ide lehetne húzni egy emelkedő vonalat, a szinteket most nem rajzolom, mert mindig a gyertya aljakhoz, gyertya tetőkhoz, ennyi időnk nincs. Aztán, hogy merre fog ez menni, az egy jó kérdés. Ha én most itt gyorsan akarnék ezen kötni, akkor itt kötöttem volna erre a fals letörésre egy longot, hogy utólag könnyű dumálni. Itt ennek a vonal közelítésénél már dobnám ki a kétharmadát. Ha ezt áttöri, akkor csodálatos. Ha még visszateszteli a sárgát, akkor még lehet ebből egy fordított válfejvel is akár. Még dupla is lehet belőle. Akkor lesz mákot, ha longod van. Bár nem úgy mondom, hogy akkor van mákot, ha longod van, hanem akkor, hogyha ezt áttöri. Ha shortod van, akkor imádkozz azért, hogy a piros vonalat ne törjük át nagyjából, és a sárga is elessen, meg utána ez a mélypont is. Így tudnám összegezni ezt. Fogalmam sincs, merre fog menni. Ugye nem ezt vártátok, akik regisztráltatok. Viszont azt sejtem, hogy hogyan lehet lekereskedni. Persze van olyan, hogy kisztoppolunk, hát ezzel nincs gond. És akkor nézzünk egy kis rövidebb idősíkú skalpolgatást. Ez gyönyörű volt. S&P 500. Lehet, hogy most fog kitörni fölfele. Ezt most nem nyomom meg. És nem is befektetés tanács volt. Nasdaqnál belenyomunk egyet, ide teszünk egy stoppot, vagy látunk egy szép kitörést, vagy nem, meg akkor belekötünk. Ha vissza kell találni a másik számára, ez részvényes, úgyhogy lehet, hogy ez nem volt jó ötlet. Közelebb kéne húzni a stoppot, meg ilyenek, hogy kitörésre akarsz játszani, akkor ne csinálj egy csúszó stoppot, de én most egy csúszóval ezt lezárom, nem akarom ezzel elrontani a részvény számát, és kitörünk fölfele, akkor fantasztikus az élet. Hú, de szép volt. Nagyon gyorsan vissza a mi kis részvényes számlánkra, amit úgy hívtak, hogy ez. Szoktunk számlákat nézegetni, elemezni kisebb csoportokkal. Itt és most az történik, hogy a Nasdaqunk az gyönyörű szépen megy fölfele, megnézzük a Dót. A Dogecoinról lecsúsztunk, de itt is megvan az a kitörés, ami a Nasdaqnál. És megnézzük a DAX-ot, reméljük ő még le van maradva, nem biztos. Nézzük meg, hát ha bejön a kitöréses sztori. Hoppá. Eladásra nyomtam rá, az se rossz. Nézzük. Be van ragadva az egér. Nem, vételre nyomtam rá.
Az viszont akkor ide tesszük a stopját. Valami nem stimmt. Valamit eltaktikáztam, akkor szóval ezt lesz, tudom zárni. Van valami kis hiba. Nos. Kérdés a következő. Hogy azt kaptátok, amire számítottatok, vagy picit rosszabbat. Jelezzetek vissza. Itt gyorsan, ha még tudtok várni egy picikét. Mit akartam még mondani? Gyertek reggelenként, minden nap 7:30. December 22 vendégelőadóval, olvassátok el a honlapon, hogy ki az, mi az. És november, hát november nem biztos, de december biztos, hogy lesz skalpolós előadás is, ahol picikét többet beszéltünk az elmetről. Amit össze akartam itt foglalni a végén, a stratégiát úgy állítsa össze, hogy minden egyes terméken, amin kereskedsz, és ez ne legyen több 3-4-5-6 terméknél, ha csak nem vagy zseni, aki egyszerre 150 terméket néz, minél több terméket néz, annál nagyobb esély lesz a buktára. De ettől függetlenül, akinek sok ideje van, az nézhet többet. Én azt gondolom, hogy sokan úgy képzelik el a kereskedőket, hogy van előttük 6 monitor. Hát előttem most egy laptop van, de én mondjuk nem is vagyok annyira nagy kereskedő. De azt tudom mondani nektek, hogy lehetőleg a trend irányába, magasabb idősíkok kielemzése, mindenhol írjátok egy fehérlapra, hogy milyen alakzatokat láttatok, trendvonalak, meg kell tanulni. Azért mondom, hogy könyvekből, YouTube-os emberkéktől, én nem vagyok YouTube-os emberk egyébként, csak véletlenül fönn vagyok, meg olyanoktól, akik jobban magyarázzák, ezt nyugodtan lehet tanulgatni. Én amiben tudok segíteni, a trendvonal húzás, illetve egy-két dolog, fundamentális dolgokat is olvashatok, de tanuljatok meg függetlenedni egy picit a hírektől. És aki az indikátorokat kedveli, vagy ilyen robotos, vagy programozó, vagy bármi egyéb, az szelektáljon. Ez egy hatalmas labirintus, ebben el lehet tévedni elég csúnyán. Én évekig el voltam tévedve benne, és még az sem kizárt, hogy egyszer elfogd a nagyon. Óvatosan, kis lotokkal, bármilyen broker cégnél vagytok, azt gondolom, hogy talán-talán érdemes néha-néha más-más szemléleteket is meghallgatni, nem csak az enyémet, másokét is. Ez ma ennyi volt. Sziasztok!